Átadták az új szivattyú telepet. A tiszaszalkai létesítménynek a jövőben az eddig is meghatározó belvízelvezetés mellett a beregi víztározó leürítésében is kulcsfontosságú szerepe lesz. Területi társulás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács és Kisvárda önkormányzata ma írta alá az úgynevezett Tisza ETT alapító dokumentumát. 4,6 milliárdos beruházás. Befejeződött az alsószabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt, melynek során 4 településen fejlesztették a csatornahálózatot és a tisztító telepeket, valamint új tisztítót is építettek. Jó ütemben halad a Beregi Komplex árvízvédelmi projekt. A beruházás keretében ma adták át az új tiszaszalkai szivattyú telepet. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A közel 33 milliárd forintos beruházás részét képező létesítménynek a jövőben az eddig is meghatározó belvízelvezetés mellett a beregi víztározó leürítésében is kulcsfontosságú szerepe lesz. A beregi árvízvédelmi projekt árapasztó tározója feltöltött állapotban 58 millió köbméter vízbefogadására képes, közel 60 négyzetkilométer területen, 1,11 méter magas átlagos vízmennyiséggel, amelyet a Lúnya térségében épült fiók tározó egészít ki. A projekt keretében 65 darab műtárgy épül vagy újul meg. Az új rendszer nem csak árvízvédelmi célokat szolgál, hanem kielégíti a mezőgazdasági igényeket és a tájgazdálkodási feladatokat is ellátja, így komplex vízgazdálkodást biztosít. Itt a beregi térségbe a védelmi rendszernek a nagysága gyakorlatilag megduplázódik. Itt gondolunk a töltések nagyságára, a műtárgyak darabszámára, és fogjuk tudni kezelni véleményem szerint a rendkívüli árvizek mellett a vízhiányos időszakokat is, hiszen vízpótló rendszer létesül majd, a vízvisszatartásnak az eszközei, műtárgyai megépülnek. Ez azt jelenti, hogy zsilipekkel, duzzasztóművekkel tudjuk a hasznos vizet a térségben tartani, illetve olyan vízkormányzó létesítmények épülnek, amelyekkel a víz szétosztását is meg tudjuk majd adott esetben valósítani. A komplex projekt meghatározó része a 760 négyzetméteres összterületen lévő új tiszaszalkai szivattyú telep és kapcsolódó létesítményei, amelynek rendkívül fontos szerepe van mind az árvízi, mind a belvízi védekezésben. A telep ezen túl a mobil szivattyúk vízgazdálkodási eszközök, fenntartógépek raktárbázisa is lett. Épületek épültek, és új épület, vagy a régi épületek rekonstrukciójára is sor került. Az új épületeken belül található szociális blokk az itt dolgozók munkakörülményének javítása érdekében, illetve karbantartó javító műhely, raktárak az előbb említett technikai eszközökhöz, javítóbázis ugyanezekhez, és a szivattyú elemek tárolásához egy vasvázas fémszín szín került kialakításra. Ugyanakkor ezeknek a gépeknek a karbantartása, tisztítása is gondoskodni kell, így egy gépkocsi mosó is megvalósult, amely itt mögöttünk látható, és az ehhez tartozó nyomásfokozó és egyéb technológiai berendezések is kialakításra kerültek. Emellett a projekt részeként kicserélték az árvíz, illetve zsilip kapukat, megoldották a téli fűthetővé tételüket, így minden időjárási körülmények között üzembiztosan tudnak működni. A telepen található egy 1929-es ipartörténeti ritkaság, egy muzeális értéket képviselő dízel szivattyú gépegység, amelyet szintén megőriztek az utókor számára. A beregi árvízvédelmi projekt az év végén fejeződik be. A komplex fejlesztéssel akár 20-40 cm-rel is tudják csökkenteni a folyó vízszintjét Tarpától Záhonyig. Létrejött az Európai Unió első olyan európai területi társulása, amelynek tagja egy unión kívüli ország is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács és Kisvárda önkormányzata ma írta alá az úgynevezett Tisza ETT alapító dokumentumát. Szavazunk először, aki egyetértére készülőség jelezze. Köszönöm. Megállapodó közülés egyhangulag elfogadta az egyességokmányt. Az Európai Területi Együttműködés, vagyis ETT, különböző országok régióit, önkormányzatait tömörítő szervezet, amely önálló jogi személyként minden alapító országában azonos jogokkal rendelkezik. Annak tagjai így hatékonyabban valósíthatják meg határon átnyúló fejlesztéseiket, könnyebben szerezhetnek azokhoz forrásokat. Az Európai Unió történetében először hoztak létre olyan ETT-t, amelynek Ukrajna is tagja. Egy új kezdetet jelent.
demonstratíve jók voltak a kapcsolataink, de hát az eszközeink is hiányoztak ahhoz, hogy ezeket mondjuk projektekben is visszaköszönni lássuk. Persze az NIP-ben sok közös program valósult meg, de ezek olyan adott eszközök voltak, adott pénzügyi lehetőségek, amelyeket csak idézőjelben csak le kellett kötni projektekkel. Az ETT-ben, illetve az EGTC-ben olyan perspektívát is látok, hogy nem eleve adott projekteket és illetve pénzeket tudunk a régióba, a két szomszédos megyébe hozni. Az együttműködéshez Kijev jóváhagyása is szükséges. A ma aláírt megállapodás mutatja Ukrajna elkötelezettségét az Európai Uniós csatlakozás felé. A kelet-ukrajnai háborús helyzet kirobbanásának oka, hogy az ott élő emberek nem tudják felfogni az Európai Uniós társadalmi gondolkodás fontosságát. Ennek a területi együttműködési társulás sikerein keresztül azonban meg tudjuk mutatni az uniós normákat, és elérhetjük a társadalmi szükségletek kielégítéséhez elvárt infrastruktúra minimális fejlettségét. A fejlődésnek ez a példája pedig a kelet-ukrajnai politikai és háborús helyzet megoldásának a kulcsa is lehet. A létrejött Tisza európai terület a együttműködési társulás segítheti a Kárpátalján élő magyarság életkörülményeinek javítását is. Ezzel lehetőség nyílik olyan Európai Uniós forrásokat átadni a kárpátaljai magyarság számára, amit legális formában, EU-s programok bevonása mellett jelentős összeget tudunk juttatni így. Én azt gondolom, hogy nem csak a szimbolika fontos, hanem a fejlesztési lehetőség is. Az Európai Unióban jelenleg 56 területi társulás működik, köztük 23, amelynek magyarországi tagja is van. Ezek eddig több mint 20 millió euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket. Befejeződött az Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt, amelynek során 4 megyei településen fejlesztették a csatornahálózatot és a tisztító telepeket, valamint új tisztítót is építettek. A beruházás 4,6 milliárd forintba került, a projekt végére a támogatás intenzitása 95%-ra növekedett, ami azt jelenti, hogy a rákötések nem jelentenek anyagi terhet a lakosságnak. Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulást Nyírtelek, Tiszadob, Tiszalök és Tiszaeszlár önkormányzatai alapították, azzal a céllal, hogy a tervezett szennyvízközmű fejlesztéseiket közösen valósítsák meg. A projekt zárórendezvényén elhangzott, a beruházás során Tiszaeszláron és Tiszadobon kiépült a csatornahálózat, utóbbi településen egy új tisztító is létesült. Tiszalökön pedig bővítették a már meglévő hálózatot, valamint duplájára növelték a szennyvíz tisztító kapacitását. Nettó nagyjából 4,6 milliárd forint önerőt, azt eredetileg körülbelül egy olyan 5-17%-kal kezdtük, hogy körülbelül annyit kell majd mellé tenni, de közben hazai forrásokból, uniós forrásból, önerőalapból sikerült nagymértékben támogatásra találnunk, nyernünk. Jelenleg hivatalosan egy 95%-os támogatási intenzitással valósul meg a rendszer. Itt Nyírtelken ezt a már meglévő szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot bővítették. A projekt célja, hogy csökkenjen a környezeti terhelés, valamint a talaj és rétegvíz mentesüljön a szennyezésektől. Korábban igazából a honvédségnek köszönhetően volt egy kisebb kezdetleges csatornahálózat. Ezt egy teljesen új, egy teljesen korszerű csatornahálózat vette át ennek a szerepét. A régebbiekkel nagyon sok probléma volt, és ennek következtében nagyon sok terhelőanyag került vissza a vízbe, ezáltal a talajvízbe is, és ezt sikerült ezáltal megóvnunk. Most már a talajvíz tulajdonképpen nagy részében nem fogja befolyásolni az ivóvízhálózatunkat, illetve hol tartunk ebben a rákötésben. Nagyon-nagyon jól haladunk, a 90% lenne az, illetve 95% lenne az, ami elvárt ebben az esetben. Az időjárás függvényében ezt egyre inkább igyekszünk megközelíteni. A záró rendezvényen a térség országgyűlési képviselője a beruházás életminőségjavító és környezetvédelmi szerepét hangsúlyozta. Az életminőség javítását jelenti, de egyben a környezetet is védi, hiszen a talaj, a talajvíz, a rétegvíz védelme nagyon fontos. És azt se felejtsük el, hogy a víz az egyik legfontosabb kincse bolygónknak, az emberiségnek, nem áll korlátlanul rendelkezésre, ezért védeni, óvni kell, és így a tisztított szennyvíz, ugye, hogyha bekerül a csatornába, föl lehet újra használni, ez valójában környezettudatos szemléletet alakít ki.
A plusz forrásoknak köszönhetően a hálózatra kötés a lakosságra nem ró semmilyen terhet. A pályázatnak köszönhetően a 4 településen több mint 15 ezer ember életszínvonala javul. Eltörölni a Jobbik a politikusokat érintő korrupciós bűncselekmények elévülési idejét, hangsúlyozta a párt észak-magyarországi regionális igazgatója nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Katona Péter elmondta, a pártnak már több törvényjavaslata is volt arra, hogy minden közbeszerzési szerződést nyilvánossá tegyenek, valamint díjfizetés és várakozási idő nélkül kapjanak információt a nem kormánypárti politikusok a közpénzek felhasználásáról. Legutóbb 2 javaslatot adtunk be, a Jobbik 2 képviselője jegyzi ezt a törvényjavaslatot. Az egyik arra vonatkozik, hogy ne évülhessenek el a korrupciós bűncselekmények, abban az esetben, hogyha ezeket politikusok követik el. A másik pedig az állami beszerzésekhez, állami és önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerződések nyilvánossá tételét szerette volna. Sajnos mindkét esetben a Fidesz többség még bizottsági szakaszban leszavazta ezeket a törvénymódosításokat, tehát így nem is kerülhetett az országgyűlés elé. Október 16-a a kenyérvilágnapja. Idén már 14. éve ünneplik a világ legfontosabb élelmezési cikkét, elsősorban Európában. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy a pékek munkájára, valamint a kenyér jelentőségére is felhívják a figyelmet. A Kárpát-medencében évszázadokon át a teljesre őrült, némileg átszitált lisztből sütötték a legtöbb és legjobb kenyeret, ma már azonban tucatnyi közül válogathatunk. A jeles naphoz több karitatív program is társul, Nyíregyházán a kenyér mellett 2500 péksüteményt is kiosztottak. Adományozni is tudnak a pékek. Ezért szervezte meg a Magyar Pékszövetség az ország minden részén, minden megyében a karitatív jelleggel a magyar pékek kenyének a világnapját. A megyében is 7 pékségnek a közreműködésével, illetve a Vöröskereszt segítségével osztogatunk az arra rászorultaknak pékárukat, kenyereket, azzal a célra, hogy azok az emberek, akik nem tehetik meg minden nap, hogy finom pékáruhoz, süteményekhez jussanak, mai napon ezt is meg tudják kóstolni. Magyarországon tavaly 12-en, idén pedig már 3-an haltak meg szénmonoxid mérgezésben, tájékoztatta televíziónkat a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán kiemelte, a térségben idén nem volt még szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos haláleset, ami annak is köszönhető, hogy egyre többen vásárolnak jó minőségű jelzőberendezést otthonaikba. Október 15-ével hivatalosan is elindult a fűtési szezon. Ilyenkor az egyik legfontosabb dolog, hogy kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-fűtő berendezések legyenek otthonainkban, azokat rendszeresen vagy műszaki leírásukban jelzett időközönként ellenőriztessük szakemberrel, aki erről igazolást is ad. A legfontosabb az, hogy csak megbízható nyilvántartásba vett szerelővel dolgoztassanak, az úgynevezett kontároktól, az olcsó kontároktól óvakodjanak. Nagyon fontos a levegő, friss levegő bevezetése a lakásba, rendszeres szellőztetéssel akár. Nagyon fontos az, hogy a készüléket megfelelő időnközönként évente legalább egyszer karbantartsák, és a kéményt rendben tartsák. A kémény ellenőrzése, a kémény kitisztítása legalább annyira fontos, mint amit az előzőekben elmondtam. Mivel a szénmonoxid mérgezés halálos kimenetelű is lehet, kijelenthető, hogy a jelző és riasztó berendezések akár életmentők is lehetnek. A statisztikák azt mutatják, egyre többen vásárolnak szénmonoxid jelzőt, hiszen míg 2013-ban a szénmonoxid mérgezéses esetek mindössze 13%-ánál volt jelen szénmonoxid érzékelő, addig a tavalyi esetek már több mint felénél. 2013-ban 13, tavaly 12, idén pedig 3 esetben sajnos már halált is követelt, emberi halált követelt a szénmonoxid gáz. Megyei adatokat tekintve 2014-ben 25 ilyen jellegű káresemélyhez vonultak ki megyebeli tűzoltók, és 41 sérülés, személyes sérülés következett be, és egy esetben sajnos már nem lehetett a sérült életét megmenteni, tehát haláleset következett be. 2015-ben a mai napig 10 ilyen jellegű káresemény következett a megyékben, és 5 személyes sérülést követelt a szénmonoxid gáz.
A főfelügyelő hozzátette, a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján megtalálható a biztonságos, vizsgált, jó minőségű érzékelők listája, a nyíregyházi Bánki Donát műszaki középiskola csapata pedig egy okostelefonokra letölthető applikációt is megalkotott, ez ingyenesen elérhető bárki számára és tartalmazza azokat az információkat, amit a fűtés szezonban akár a szénmonoxid mérgezésről tudni szükséges. A Színház történelem leghosszabb ideje futó darabja címet birtokolja az Egérfogó. A krimit szombat este mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban. Az előadásról a folytatásban szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A bajnoki címvédő otthonában lép pályára szombaton a Malsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában Szolnokon vendégszerepel. Mindkét csapat kétszer győzött és egyszer szenvedett vereséget az idei szezonban. 7-1-es vereséget szenvedett Zalaegerszegen a Superliga 5. fordulójában a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK szombaton a több világbajnokot felvonultató Szegedet fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. A Színház történelem leghosszabb ideje futó darabja címet birtokolja az Egérfogó. A krimit szombat este mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban. A teátrum igazgatója Schlanger András rendezésében láthatja a nagyérdemű az előadást. A főbb szerepekben Széles Zita, Varga Norbert és Haumann Máté játszik. Az Egérfogót az 1950-es évek elején írta a krimi koronázatlan királynőjének is nevezett Agatha Christie. A darab a Színház történelem leghosszabb ideje futó darabja, a londoni West Enden például több mint 60 éve játsszák megszakítás nélkül. Most a Nyíregyházi Teátrumban is látható lesz a feszültségkeltésre írott darab. Schlanger András rendező szerint egyszerre könnyű és nehéz színpadra vinni az Egérfogót. Agatha Christie pontosan leírja, hogy néz ki a szoba berendezése, balra föl ajtó, jobbra lefelé a pincébe, és talán igen lehet eltérni, hiszen különben nem működik a krimi maga, a megoldás nem jön létre. Ugyanezben nagyon nehéz is, tehát nagyon nehéz beletenni a rendező egyéniségét, hiszen itt igazából arra kell szorítkozni, hogy a színészek karakterét, a figurákat minél inkább segítse megszületni, de ez benne a legszebb is, hiszen nagyon bonyolult és ibzeni, csehovi mélységű személytörténetek vannak. Kettős szereposztás is van a darabban. Trotter rendőr őrmester figuráját Haumann Máté alakítja, később Gulácsi Tamás váltja őt a színpadon. Haumann Máté azért is vállalta el a Nyíregyházi Teátrum felkérését, mert korábban már játszotta ezt a szerepet. Ő a nyomozó a történetben, hogy hát ez egy detektív történet, nem árulunk el túl sokat ezzel, és hát ő a nyomozó benne, aki tulajdonképpen levezényeli ezt az egész idézőjelbe vett kihallgatást, hogy kiderítse, hogy ki a gyilkos. A darab premier előadása szombat este lesz a Móricz Zsigmond Színház kamara színpadán. A bajnoki címvédő otthonában lép pályára szombaton a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában Szolnokon vendégszerepel. Mindkét csapat kétszer győzött és egyszer szenvedett vereséget az idei szezonban. Bár más célokért, a Szolnok a bajnoki címért, a Nyíregyháza 8 közé jutásért harcol, a két csapat 3 fordulót követően azonos mutatóval áll a tabellán. A Szolnok 2 győztes meccset követően 3-szori hosszabbítás után kapott ki Pakson, majd szerdán Európa Kupa mérkőzésen Szalonikiben szenvedett 3 pontos vereséget a tiszaparti együttes. A nyíregyháziak kikaptak Kaposváron, mellette hozták a MAFS és a Pécs elleni hazai meccsüket. Azonban azonos mutató ide vagy oda, a Szolnok a meccs torony magas esélyese. Ezzel természetesen tisztában van a szombati házigazdát korábban játékosként erősítő Sitko Ernő is. Szolnoknak erős csapata van. Ráadásul egy nagyon kemény szurkolótábor elé megyünk, ahol úgy gondolom, hogy olyan körülmények fogják fogadni a csapatomat, amihez nincs minden játékos hozzászokva. Itt még fontosabb lesz, még jobban fogunk tudni gyakorolni, hogy azt tudjuk játszani, amit mi szeretnénk. Az a legfontosabb, hogy ne olyan kosárlabdát játszunk, amit az ellenfél megenged nekünk, hanem olyat, amilyet mi szeretnénk, és mi próbáljuk rákényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Szolnokon ez nehéz lesz, de megpróbáljuk megoldani. Szolnokon még jobban kell figyelni a labdákra, nem lehetnek buta, előkészítetlen dobások, mert azonnal büntetnek minket, és azonnal indításokat kapunk vissza, ami ellen nem tudunk védekezni.
Úgyhogy tehát a célunk mindenképpen az, hogy megszerzett lepattanóból gyorsindítás. Ha nem tudjuk befejezni a gyorsindítást, akkor föl kell állni, és ameddig csak lehet játszani kell, próbálni fárasztani a Szolnokot, aztán meglátjuk, mire lesz elegendő. A forduló további párosítása a következő, Szombathely atomerőműese, Jászberény Körment, Kaposvár Mafc, Kecskemét Albafehérvár, Pécs Zalaegerszeg és Sopron Szeged. A szombaton 16 órakor kezdődő Szolnok Marsa NKK mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsey Televízió nézői. 7-1-es vereséget szenvedett Zalaegerszegen a Szuperliga 5. fordulójában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK szombaton a több világbajnokot felvonultató Szegedet fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. Egy hosszú utazás követően az esélytelenek nyugalmával léphettek dobóállásba Zalaegerszegen a nyíregyházi tekézők. A minimális cél a pontszerzés volt, és ezt Mogyorósi Péternek köszönhetően el is érték a vendégek. Hakker Dezső is közel állt ahhoz, hogy legyőzze egyéni bajnoki címvédő ellenfelét, végül azonban néhány fával elmaradt a bravúrtól. Az NTK végül is elmondhatja, hogy helytállt Zalában. Az elmúlt évi második helyzethez mentünk, sajnos Zalaegerszegen a csapatnak nem megy olyan jól, végül is egy pontot megszereztünk, tehát nem kaptunk ki 8-0-ra, volt egy kis sanszunk arra, hogy 6-2 legyen, de Dezső egy pár fával elmaradt a pontszerzéstől. Nekünk ez a harmadik mérkőzés volt az ősz folyamán, ahol erős csapathoz mentünk. Ugye az első a Győr, a másik a Répszalak, aki itt játszott, ez a harmadik is most hétvégén lesz majd a szegediek itteni vendégjátéka. Ez számunkra arra jó, hogy azokkal a csapatokkal szemben felkészülhessünk, akikkel reális esélyünk van, hogy megverhessük őket. A szegediek csapatában több világbajnok játékos is dobóállásba lép majd Nyíregyházán a szombaton 13 órakor kezdődő mérkőzésen. A Szeged az többszörös BL győztes, világkupa győztes, tehát Európa egyik legjobb csapata az, aki most hétvégén hozzám fog látogatni. Akik kijönnek, azok szerb és magyar világbajnokokat fognak látni. Kis Norbi a magyarok egyik legjobb játékosa, vagy például a vendégcsapatban Elnyesi Róbert, vagy pedig a Kovacsics Igor, aki ifjúsági világbajnok. Tehát nagyon jó játékosokból áll a szegedi csapat. 5 fordulót követően a Répszalak és a Szeged 100%-os a Szuperligában, a Nyíregyházi Teke Klub 1 győzelemmel és 4 vereséggel a 9. helyet foglalja el a 12 csapatot számláló mezőnyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Jó ütemben halad a Beregi Komplex árvízvédelmi projekt. A beruházás keretében ma átadták az új Tisza-Szalkai szivattyú telepet. A közel 33 milliárd forintos beruházás részét képező létesítménynek a jövőben az eddig is meghatározó belvízelvezetés mellett a beregi víztározó leürítésében is kulcsfontosságú szerepe lesz. Létrejött az Európai Unió első olyan európai területi társulása, amelynek tagja egy unión kívüli ország is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács és Kisvárda önkormányzata ma írta alá az úgynevezett Tisza ETT alapító dokumentumát. Befejeződött az Alsó-Szabolcsi szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt, melynek során 4 megyei településen fejlesztették a csatornahálózatot és a tisztító telepeket, valamint új tisztítót is építettek. A beruházás 4,6 milliárd forintba került, a projekt végére a támogatás intenzitása 95%-ra növekedett, ami azt jelenti, hogy a rákötések nem jelentenek anyagi terhet a lakosságnak. A Kölcsey Televízió iradóját látták pénteken, a legfrissebbekkel hétfőn este jelentkezünk, híreinket addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A földközi tenger középső medencéje felett örvénylő ciklon alig változtatja helyzetét, továbbra is nagy nedvességtartalmú levegőt szállít fölénk. Tartósabb felhőzet csökkenés csak szombat délutántól várható. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, eső zápor egyaránt várható, a délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 10 fok körül alakul. Holnap napközben eleinte túlnyomóan borult lesz
az idő, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, eső-zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A délkeleti, majd a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is folytatódik a változékony, gyakran csapadékos idő, de már napos időszakokra is számíthatunk. Vasárnap a reggeli órákra többfelé képződik köd. A következő napokban egyre hidegebb levegő érkezik térségünkbe. Az éjszakák ugyan továbbra is fagymentesek maradnak, de talajmenti fagy már több helyen lehet. Délutánonként pedig 10 fok közelében, kevéssel a fölött alakul majd a hőmérséklet.